Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a benzin és a gázolaj ára a gazdaság működésére és általánosságban az árakra is kihatással van. Ezért a kormány úgy döntött, hogy november 15-től a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lehet, de többen nem kerülhet a 95-ös benzin és a gázolaj literára Magyarország egész területén. Megkérdeztük az embereket, mit gondolnak erről az intézkedésről. Utána majd utlán főnyomják. Volt, aki a csökkentett árat is sokalta. Kevesebbet autózok. De hát muszáj menni azért. Volt, aki úgy nyilatkozott, a csökkentés előtt sem közlekedett kevesebbet autóval. Menni kell. Hát a mai világban nem úgy van, hogy gyalogolunk, meg nem tudom, nincs lovaskocsi, meg ilyenek. Hát autózni kell. Kötelező. Hát nem. Mai ember az nem megy el 100 méterre szinte gyalog. Mondjuk én elmászkálok, de egyébként kell az autó, kell. Akadt azonban, aki úgy vélte, meg lesz még ennek a bőtje. Hogy ezt csak 3 hónapig fogják korlátozni, tehát utána valószínűleg ismét drasztikusan fognak emelkedni az árak. Sőt, szerintem ezt be is fogják hajtani ezt a 3 hónapot, tehát valószínűleg bőven 500 fölött, lehet még a 600-at is el fogja érni. Úgyhogy hát oda kell figyelni. Tehát most én is azért odafigyelek majd, hogy ahova tehetem, akkor nem megyek autóval, inkább megoldom gyalog. Azért akárhogy is ők, nekik ez kiesés lesz. Tehát az, hogy ők megkapják, ugye ők is ugye kapják egy áron az üzemanyagot, és az, hogy őket lecsökkentik, szerintem ahonnan származik az üzemanyag, ők ezt nem fogják figyelembe venni. Tehát valamilyen szinten szerintem ez az ő... Tehát nekik lesz rosszabb. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének szóvivője úgy nyilatkozott, az árufuvarozásban vagy a személyszállításban dolgozók számára ez az intézkedés nem egyértelműen pozitív. Mondhatjuk azt nagyjából leegyszerűsítve, hogy 3 fő költségelem van, ebből az egyik az üzemanyag, a másik a munkabérek, a harmadik pedig az útdíjak. Az üzemanyag árnak a felső szintjének a megállapításával tulajdonképpen most annyi történik a fuvarozók szempontjából, hogy valamelyes az egyik meghatározó költség elemük csökken, vagy legalábbis beállt egy bizonyos szintre. Már hozzáteszem, hogy például a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének a tagjai is a mi segítségünkkel eleve kedvezményesen tudnak tankolni, és ennek köszönhetően ez a mostani ár, vagy ennek az árnak az alatta valamely kicsivel alatta lévő szinten tudnak tankolni, de összességében ez a most meghatározott felső plafon is még legalább 100 forinttal magasabb, mint idén januárban az üzemanyag ára. Tehát összességében azt kell mondanunk, hogy a költségek ebben az egész évben történt elszabadulását valamelyest minimálisan ezt kompenzálja, de igazából a fuvarozás költségeit, a fuvarozásra rakodó költségeket összességében nem tudta pozitívan befolyásolni. Sajnálatos módon a magyar fuvarozók jelenleg is olyan díjakon dolgoznak, amely díjak már szinte az önköltségi áraikat jelentik, hogy azt éppen fedezik. Tehát ettől függetlenül, hogy most az üzemanyagárnak a befagyasztása megtörtént, a fuvardíjak emelése az elodázhatatlan, és egészen biztosan a következő hetekben, hónapokban fuvardi emelés lesz szükséges. Ahhoz, hogy az ellátási lánc működjön, ahhoz a járműveknek mennie kell, tette hozzá a szóvivő. Mind a gépkocsi vezető hiány, mind a gépkocsi vezető bérek ebből fakadó emelkedése, és mind az előbb említett üzemanyagár emelkedés az olyan drasztikusan növelte a fuvarozók költségeit, hogy ahhoz, hogy az ellátási lánc stabilan működjön, az, ahogy említettem, mindenképpen fuvardíjakat kell emelni. Nagyon egyszerűsítve, de azért a példa az intő, az, ami néhány héttel ezelőtt ugye az Egyesült Királyságban történt, hogy ott ellátási zavarok keletkeztek mind élelmiszeri, mind pedig az üzemanyag ellátásban. Az pont ebből fakadt, hogy nem tudták a fuvarozó vállalkozások azon a költségvízszinten, amivel ők dolgoztak, teljesíteni a fuvarokat. Egész egyszerűen eltűntek a gépkocsi vezetők a rendszerből. Egyrészt a Brexitnek, másrészt a bérek szintjének az alacsony szintje miatt. De ugyanez a probléma bárhol és bármikor az Európai Unióban is előfordulhat. Tehát gépkocsi vezető hiány az itt is, Európa más országaiban, de Magyarországon is súlyos problémát jelent. Ezért ahhoz, hogy a betöltetlen álláshelyekbe gépkocsi vezetőket tudjanak toborozni a vállalkozások,
magasabb béreket kell fizetniük, ahhoz meg, hogy ezt meg tudják fizetni, magasabb díjakat kell elkérniük a szállításokért. Ez összességében azt jelenti, hogy az ellátási lánc minden szereplőjének, tehát nem csak a fuvarozónak, hanem a logisztikában részlevő minden más szereplőnek is részt kell vállalni ebből a teherviselésből, el kell porlasztani ezeket a költségeket, mert a fuvarozók már nem tudják benyelni ezeket a költségeket a továbbiakban. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy nyilatkozott, a megyében dolgozó fuvarozók is kénytelenek emelni áraikat. Összetett kérdés ez, hiszen a bérek is emelkedtek, az üzemanyag ára is emelkedett, ezért kénytelenek emelni árat emelniük is. Ez gyakorlatilag az egész gazdaságra visszahat, de ettől függetlenül jó ez az üzemanyag ár csökkentés a lakosság részéről, mert hát nagyon nagy teher volt ez, ami ráment a lakosságra, és ráadásul növelte az inflációt is. 3 hónapra vonatkozik csak, tehát egy átmeneti intézkedés. Sokan azt mondják, hogy sajnos nem lesz átmeneti, mert várhatóan nem fog csökkenni az üzemanyagár a jövőben is, hát hiszen nem saját üzemanyagunkat dolgozunk, hanem mind import. Sajnos én úgy látom, hogy egyelőre nincs arra tendencia, hogy lefelé mennének az üzemanyag árak. Ugye ez néhány ország, aki beszállító, az dönti el, hogy mekkora lesz az üzemanyag ára. Az iparkamara elnöke azt is hozzátette, a csökkentés miatt nem fognak nagy veszteséget szenvedni az üzemanyaggal foglalkozó nagykereskedelmek. Annyi azonban biztos, hogy február 15-éig Magyarországon 480 forintért lehet hozzájutni a 95-ös benzin és a gázolaj literéhez.